Következő kísérletünk a jód szublimálása, szükséges eszköz egy vasháromláb, egy drótháló, bunzenégő, főzőpohár, állólombik, illetve szükséges anyagunk pedig a jód kristály. A főzőpohárba belehelyezünk körülbelül 1 g-nyi jódot. A lombikunkba hideg vizet engedünk. Ráhelyezzük a főzőpohárnak a tetejére. Bunzenégőt begyújtjuk. És elkezdjük melegíteni a főzőpoharat. Szépen lassan látszik, hogy a főzőpohárban lila gőz jelenik meg a melegítés hatására. És azt tapasztaljuk, hogy a jód kristály nem olvad meg, hanem lila gőzé alakul. És további melegítés hatására pedig azt fogjuk tapasztalni, hogy a főzőpohár oldalán csillogó jód kristályok jelennek meg, illetve a lombik alján a hideg hatására kicsapódik a jód tű kristály formájában, tehát bebizonyítottuk azt, hogy a jód szublimál, ami azt jelenti, hogy a szilárd halmazállapotú anyagból a folyékony halmazállapotot kihagyva gőzzé alakul. És most már láthatjuk azt, hogy a lombikunk alján is a jód tű kristályok megjelennek.